Műsorunkat a Hitspace, a Neumann, a Sennheiser, a Universal Audio és az ATC támogatta. Stratégiai partnerünk a Magneoton Music Group. És itt is vagyunk. Szép jó estét kívánunk mindenkinek. Igen. Ez itt a Magyar Producer Workshop. És csak vissza kell jönnöm a sírból kísérteni emiatt, Dani, hogy befejezzem, bocsánat, amit itt a műsor előtt beszéltünk, akkor figyelj, tudod, hogy mennyire lusta vagyok? Arra nagyon rábaszol, előre szólok. MPV beszélni. Tiszta élvezet. Milyen jelmondatokat tudok már? Hát figyelj, komolyan mondom. Ja, reklámot is vállunk, tehát teljes arculattervezést vállunk cégeknek. Az autókompresszor az nekem más részé van, tehát folyamatos masterrel tolom. Nézd, mert Inception van. Igen, de az teljesen jó. Kicsit azért hasonlítok is, most nem azért mondom a Caprióra. Tudod, a rockerek, 100 sáv mind pirosba, hiszen úgy szól jól, tudod. És akkor a kivenő feszültség 300 volt. Meg ott már volt villanyszámla. Igen, ott már volt villanyszámla is, világban. Áram van, minden van. A multiband kompresszor, értem, amit mondok, az nem old meg, az olyan, mint a Viagra. Érted? Tehát akkor, amikor kell, kvázi működik, de nem jó van az senkinek. Tehát az úgy már nem igazi. Világos? Mondom, ez illatos WC papír, attól szarszag van. Azt mondja, hogy Phase Natural Linear Output Model Smooth Punchy Silky Silky! Érted, amit mondok? Várjál, figyelj! Aja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 j Ez azért nem lesz annyira silky, mint amilyenre gondoltak. De azért nem adjuk fel. Nem akár, hogy jók ezek a dolgok. Mert most hiába, hogy azt mondják már, érted, hogy most a Billie Eilish-on is állították, hogy a home recording. Apád fasz a home recording, érted, hogy mit akarok mondani. Gyerekek, tudjátok mi inspiráló? A siker. Az az inspiráló. Hú, de nagyon okosat mondtam, 500 millió forint mindenki részéről, küldjétek be. Te csak a fizetős csatornám vagy, Dani, te csak pénzért vagy hajlandó konferálni. Ennyi, hát nincs ezzel baj. Te már prémium, te magad vagy a prémium content. Na, mit prémiumkodunk ma? A könyveiddel a háttérben. Érted? A könyv, bazdmeg, a könyv. A könyv az mindig otthonossá teszi amúgy. Jó, de nem ez baj. Mindegy, azt hagyjuk. Ő az, aki lehúz benneteket. Ő használja ki a posztotokat. Én szeretlek benneteket, rám szavazzatok. Ahhoz, hogy észrevegyenek, ahhoz már nem elég egy nagy durrantás. Sokkal nagyobb a tér egy folyamatos 60%-os energia hatású durrantás, mint egy évben egyszer egy 100%-os durrantás. Ha most így érted, hogy mire gondolok. A pukiról beszélünk, hogy hanyos mi van? Még csütörtökről lesz. Nekem is kell könyvet írni. Neked is kell majd könyvet írni. Képzeljétek, hogy minden mixnél ott állok feletetek így. Te max egy moderátor vagy. Legy maximum esetben. Én vagyok a lelkiismeretük. Néznek, hát mit kevernének ezek, ha én nem lennék itt? Szerinted mi az ideális szoba négyzetméterre? Ideális az akkor, hogyha az egész bolygó a tiéd, érted, amit mondanak. Hát ezért például megzavarja, ha lát. Most én is azt hiszem, hogy ez egy sztereó valami, nem az valójában. Meg kell hozzá hallgatnom. De hát, érted, az egy külön fizetni kell, hogy a hangmérnök meg is hallgassa, érted, amit mondok a számot, amit kell, mert ez milyen hülyeség, érted, hogy nekem más hülyeségét kell hallgatnom, hát érted, ez nincs benne a szerződésben. Na, az van, hogy minden háztartásba kell egy Moog például. Ezt sokszor mondtuk. Tehát ezt pártot kéne alapítanom. Tehát az lesz, hogy meghirdetjük. Minden háztartásba legyen egy Moog. Értem, lesz úgy, mint régen ilyen 5 éves terv. És akkor fel lehet venni ilyen csók keretében Moog hitel? Nem, olyan, hogy akinek nincsen Moogja, értem, amit mondok, azt már viszik is. Jönnek a fekete autó, mint régen, van ennek szízi, nosztalgiája, tudod. Jön egy kizé, és már viszik is. Nem tud múgozni, aki nem tud egy rohadt szűrőt beállítani, aki nem ért a lábdobhoz, de tényleg az minek? De ez tényleg csodálatos, hogy mutatja ezeket a izéket, ezek nagyon tetszik nekem is. Az igaz, hogy szarul szól, hogy én nagyon szeretem például a marcipán figurát, mert most ezt tudom, hogy beteg, aki néz, és lett pszichológiai illetet, csak letekerni a fejét, és így bekapni egybe. Érted? Tehát nagyon meg akarod verni az asszonyt, érted, akkor szaladsz utána. Ha nem éred utol, akkor veszel egy motorbiciklit. Ha avval se éred utol, akkor veszel egy sportautót, meg egy vadászbombázót. Valahogy utol kell érni. Matematikailag, érted, statisztikailag van az országban, vagy 16 ezer nő, aki pont megfelelő lenne nekem feleségnek. Na, szerintetek hány darabbal élnék jól? Megcsináltok az új szintit, érted? A Uzuru 1-es modell helyett az Uzuru 2-est, amiben kétszer annyi oszcillátor van, meg kétszer annyi szűrő. De most könyörgöm.
Tehát van, az eredeti is szar volt, most kétszer szar, az kétszer szarabb. A KRK most már átment R&B-be. De nem azért, mert jól szól, hanem azért, mert citromsárga. Tehát, és jó megy a négerekhez. Tehát ez de tényleg viccen kívül. Ami még nagyon kéne rá szerintem, az egy multiband kompresszor. Szarból nem lehet ostort fonni. A barátom mindig mondta, hogy de ha már ostort fonsz belőle, akkor legalább ne csak toktasd. Nézi, pohárba szorult légy, bazd meg, ez olyan, ez a pohárba szorult légy. Ez ugyanaz, hogy az a legnagyobb amatőr hiba, hogy 10 plugin hely van a Cubase-be, akkor azt mind ki kell tölteni, tudod, mint a lottót, bazd meg, hogy minden mezőt akkor ki kell tölteni, az nem néz ki, hogy ez nincs ilyen, gyerekek. Az egy kurva fontos személyi dolog, és ez nem önzőség, hanem ezt nevezik egónak, mikor szerintem jó egónak, mikor kiszállsz ebből a ringi spírből, érted? Otthon, lefekszel az ágyba, tudod, behunyol a szemed, nézed a plafont, még nem aludtál, és bazd meg, gondold át, hogy mit csinálsz, könyörögve kérek. Annyi ember nem gondolkodik el a napján, hogy mit, miért csinált. Nem azért, érted, hogy most persze, oldalba rúgtam a szomszédot, mert azt mondta a kutyámra, hogy büdös. Nem erre gondoltam, hanem hogy azt gondold át, hogy az mennyire volt jogos. Hogy te most ezzel tényleg több lettél? Hogy nem tudtál ezen túllépni minden? Hiszen minden dolognak mindenféle oldala van. És legyél a saját magad bírája. Ezt nem kell a másik orrára kötni. Tehát megszületik a kisbaba, érted, neked van egy pont, majd megláthatod, hogy az első, amit felfedez... Már csinálja. Hogy ütem. Ez az első. Világos, hogy az tűz körül ugrálás dobokra, ennél nincsen jobb, többbe lehet állni. Mert a Mátyás templom, érte 10 másodperc zengés, egy káosz csinál belőle. A Mátyás templomban nem jutok 150-es BPM-ű misét, érted? Tehát világos, hogyha látod otthon az asszonyt, hogy már vörös a feje, akkor tudod, hogy lebaszás jön. Nem gondolod azt, hogy tornázott, mert általában nem így. Jó hülye példáim vannak, emészétek. Most ez olyan, most gondoljatok már bele, hogyha most idejövök egy latex merre feszülős, nem tudom, mire érte, egy rózsaszín izével, akkor mit fognak rólam gondolni az emberek? Szóval, világos, hogy ez hülyeség. Az emberek véleményénél nincsen fontosabb, de az emberek véleményét le kell szarni. Olyan nincsen. Tehát még egyszer mondom, én embert, tehát hangszerűt van olyan barátom, ismerősöm, nem akarom mondani a nevét, aki önmagával képes összeveszni. Tehát magába dolgozik, és saját maga a munkáján fölbassza magát. Érted, mondok? És vitatkozik gyakorlatilag magával. Ilyet sokat tudok én is mondani. Ez ugyanolyan, mint mit tényleg a farmer nadrág. Vagy miért a nők hordanak szoknyát, és miért a férfiak nadrágot. Tehát ez lehetne tök fordítva is. Ért szoknyában milyen könnyű húgyozni. Hát de nem. Hülyeség, skótok, hogy vágják, nem? Egyből. Van egy komment, amit be akarok olvasni, direkt nem a végére, mert ide tartozik, kicsit, hogy hízzon a májlejad. Egy hölgy írta, Andi, annyira bírom ezt a fickót, nála jobban érthetőben senki nem magyaráz el a szakmai dolgokat, nem unalmas hallgatni, fenntartja az érdeklődést, és még humora is van. Szerelmes lettem. Na jó, az idén nősülök, a gyerekek, akkor bár mondom is, ki muzsikálja ki ingyen a lagzimat. Ennyi, lesz töltött káposzta. Egy életviteli kérdés. Csak egy hónapja házasodtam, és picit elakadtunk a közeljövőt illetően. Most akkor mi kell előbb a háztartásba? Gyerek vagy egy múg? Először is minden este megkeverni az asszony. Nem kell mondani semmit, mert én majd tudja, hogy mi kapja. Ezzel indul az egész. Utána ez a kérdés már fel se vetődik. Világos? Tehát ez idáig el se jut a jó házasság. Hát figyelj, az a lényeg, hogy hát gyerek múg az egyszerre jöhet, az a lényeg, hogy nem szabad őket egy szobába tartani. A gyereket meg a múgot? Persze. Tehát a gyereknek lehet múgja, de hogy a te múgodhoz semmilyen gyerek a sajátod se piszkáljon, ez örök szabály, érted? Léjjelezni azért szoktak az emberek, mert van egy hangszín, tudod, nem tud elég jól programozni mondjuk, és akkor és még kéne rá egy a tetejére. És akkor keres egy másik hangszint, ami van zzzz. De abban ott a felesleg. De abban ott van a bú is. Na most onnantól kezdve, hogy elkezdik kiszedni a bút, érted, hogy a másik hangszínben benne van, érted? Akkor ugye van a zzzz, de hol van arra a garancia, érted, amit mondok, hogy az a zzzz az ehhez a búhoz tartozónak fogja vélni a hallgató. Mert most mondok nektek egy érdekes példát. Világos, hogyha veszel egy melegítő szetet, tudod, azt a sushi melegítőt, felső, alsó, érted? És akkor ugye nyár van, meleg van, tehát a felsőt sose veszed fel, csak a gatyát.
azt az asszony szarrámossa, ugye minden héten, és akkor így szépen a kék melegítőből az alja, tudod, világosabb kék lesz. És amikor így fölveszed, már látod, hogy nem tartozik egybe a dolog, pedig annak egyformának kéne lenni. Na, a leérezéssel ez a legnagyobb probléma. Könnyű azt mondani, hogy a róka ott él az erdőben, ott, mert az erdő nagy, érted? De világos, az erdőben nem akármennyi róka élhet, mert egyik részén nincsen táplálék, de mondjuk legyen, érted? Akkor is úgy betömöröd a rókákat, és amikor nagyon sok róka van, akkor több róka lesz, mint faj, és akkor kilógnak a rókák az erdőből, és akkor nem az erdőben vannak, hanem akkor már az erdő van a rókákba. Érted? Na, és világos, hogy a természetbe hülyeségeket nem lehet csinálni, de az elektromosságosságokba meg mindenféle ilyen dolgokat lehet csinálni. Ez ugyanolyan, Dani, amit most mondasz, hogy mint a csajozás. Tehát, hogy én is meglátok egy jó csajt, és beleképzelek egy csomó minden dolgot, ami valójában ott sincs, csak én hozzáképzelem. Hát ez a projektálás. Most figyeljetek, ez a projektálás, ahol nevezzük így, de inkább én nem így nevezném, hanem úgy nevezném, hogy a teremtő képzelet, bazd meg. Ez hasznos. És ezt ne keverjük össze a felszínes fantáziálással. Mikor valamiről érted a saját, mit tudom én, agyad birizgatására a hülyeségek miatt fantáziál. Mert amikor az ember valamihez hozzáalkot valamit, amit szeretne, érted? Akkor az általában jó szokott lenni. Persze az ember pontosan tudja, hogy mit lehet mutogatni másnak és mit nem, hiszen ezért van a morális, meg a kulturális, meg a tudatos szűrőid, hogy ezeket hogy lehet lefordítani, így mondom nektek, egyetemes értékekre, hiszen mi emberek egyenként el fogunk pusztulni a hülye akkordjainkkal együtt, de tudunk csinálni olyat, érted, ami majd túl fog élni bennünket, és amiből az unokáink, a gyerekeink, meg a következő generációk is tudnak táplálkozni. Most nem akarom nektek de mindenképpen csak akkor jól hagysz valami nyomot? Ez egy nagyon jó kérdés amúgy. De Dani, az életnek nincsen értelme, különben egy statisztikai adat vagy, bazd meg. Szóval érted, technikai értelemben a... Hogy hívták a nyulat, a rajzfilm nyulat, milyen rabid volt, tudod? A Jessica, annál nincsen jobb nő. Hát 6-os a dereka, 195-ös a melle, és nem esik hasra. És sosem mos hajat, azt nem tudom, néztétek-e, és nem marad bent a haja a lefolyóba. Tökéletes. És 2D, érted, össze lehet hajtani, zsebre lehet tenni. Tök jó. Ha mondjuk nem lennének ezek a hibák, akkor mi lenne a feladat? Betolni a hangerőt, kiírni, és hazamenni. Rahat éhes lett elentő a plugin-től. Ez lehetséges, hogy megláttam és éhes vagyok? Tehát tényleg, megennék egy jó kis rántott csirkét. Az van, hogy nagyon aranyos a kislánya, képzeljétek el, tehát nagyon cuki, de hát üvölt, mint a többi gyerek, és kurva sok baj van vele, úgyhogy most siet haza papa. És már zeneileg is fejlődik, van dobgépünk. Melletted hogy? Most az lesz, hogyha véget ér ez a Covid, akkor majd tartunk egy ilyen nagy törzsi, ilyen totemfás, csontzörgetős, ezért ilyen füstölőkkel ott leszek, és akkor majd oda lehet hozni a különböző plugineket, érted, laptopon, és akkor így ráolvasok így, és akkor mizért belemegy a nagy szellem, érted, amit mondok, és akkor onnantól kezdve működik. Tudunk alkalmazkodni mi is, így bár van. Nem szeretünk. Ha valaki, tehát még egyszer, oda jön hozzám Atalin, a milyen hangkártyát vegyek, mielőtt ezt kimondaná, mint a cigányzenészeknek, tudod, a kocsmába a primásnak, már elevide az 5000-es nyom rá a homlokomra, különben az életben nem állok már vele többet szóba. De ezt előre szóltam, a másik ugyanilyen a hangfal. Én a kutya létet próbálnám ki amúgy. Hát igen, mert akkor egyszerűen boldogságot tud szerezni. Emberként ez bonyolult, érted? Mert amikor jól laktál, akkor az a baj, hogy szar a lábdob. Amikor jó lesz a lábdob, akkor az a baj, hogy éhes vagy. Érted, amikor a lábdob is jó, jó is laktál, érted, amit mondok, akkor hol vannak a csajok? Amikor azok is ott vannak, akkor mi vannak itt? Érted, mondok, mi nem basszusozunk? Hát, borzalom. Ez biztos, hogy jobb, mert ezen nincsenek kamuképek. Hiszen egy hangműnök az legalább ennyire csúnya. Különben rossz. Volt olyan hifi boltokban, olyanokat árultak, érted, hogy mit tudom én, akusztikai kő. Tudod, hogy ráteszed a hangfal, és jobb lesz basszus kő. És mondom, most tényleg komolyan srácok ebbe hisztek? Hát nézze meg, így ráteszi a hangfal, és jobban szól. De mondom, azért a köcsökben ez a hangfal 30 deka.
És hogyha most egy könyvet teszek rá, ugyanúgy jobban fog szólni, mert a helyén tartja, hát, tudod, és akkor nem tud elmozdulni. Hát figyelj, én a kuruzslók meg ezek. Pontosan ugyanígy működtek. Tehát már én gondoltam arra, hogy árulok majd ilyen nagy szilk, mixing bűnbánó cédulát. Tehát elkurtod a mixinget, egyszerűen azt nekem 10.000 forintot, és megbocsátom. Lesz. És jobb is lesz. És megbocsátom. Csak az a baj, hogy az a szegény máv nagyon szegény. Mert ha most gazdag lenne a máv, akkor kimehetnénk a keleti bűr, és nyomhatnánk a műsort, nem? És akkor itt támogathatnánk benne. Ez a máv. Most ez eszembe jutott, érted? És akkor én minden masterbe tennék ilyen halk vonat hangokat. Érted? És akkor ingyen van a master. Tehát, hogyha van a vonathangos master, meg a nem vonathangos master. Vonathangos master, nem vonathangos master. Bementem egy meg nem nevezett előadásra, világos, szegény előadó meglátja, hogy belépek, érted, hogy mondok, és legalább 5 percet késik a műsor. Tehát később kezd, látom, hogy ott rettesen pakol, mindent kétszer leellenőriz. Miért, mi vagyok én most komolyan? Ennyire félelmetesnek tűnök? Kritikus vagy lehet. Nem, én rohadt kritikus vagyok, igen. De hát ezért szeretnek, ez a szilk értelmenek, világos. Na nem kritizálnál aki, nyilván, akkor nem lennék akkor szilk. Nem lennék én. Szerintem van ilyen pluginba, hogy Red 2? Ki gyárt ilyet? A Focusrite gondolom. Ja, akkor a kuka. Milyen tanzsiasdi? Miket használsz te, bazd meg? Nem szégyeled te magad, komolyan, Dani? Erre tanítottalak téged? Figyelj, rengeteg szoftver riverben van. Az Isten pénzét elköltöttem már rá. Mind rossz. Én is, gyerekek, higgyétek el, meg akarom úszni. Nem akarok 1 millió forintért reverbet venni. Úgy fáj, mint hogyha a fogamat húznák. Elköltettem kurvákra meg a ember nevezett tudatmódosító szerekre. Érted, hogy mit akarok mondani? Persze, attól rögtön jobban érezném magam. Fáj így, mint amikor a fogamat húzzák. De nincsen, nem csereszabatosak. Sokan nem értik például, főleg fiatalon, hogy miért kellenek most, így mondom neked, hogy miért kellenek a barátok, most a barátokat idézőjelek között mondom. Világos, hogy kik lesznek a barátaid. Azok lesznek a barátaid, akikkel mondjuk kúrni akarsz, de ők nem kúrnak még veled, ezért a barátaidnak nevezed őket. Azok lesznek a barátaid, akikkel együtt dolgozol és segítenek neked a karrierbe, és azok lesznek a barátaid, akik valamilyen fel nem fogható ok miatt tolerálják a hibáidat. Ezek a csoportok, ezeknek persze mind a három meccheti egymást, egy emberbe is akár, azt meg elveszed feleségül, vagy hozzámész férhez. De a lényeg, hogy ezek a dolgok mind léteznek, tehát igazándiból az életbe kicsit minden egy önzőség, egy saját érdek. És emellett van egy olyan dolog, hogy mekkora jó érzés az, amikor rájövünk valamire, majd rájövünk arra, hogy a többiek is rájöttek már erre, és akkor 15-en kiállunk az igazunkért. Ezek nem barátaink, ezek az emberek, mondhatnám ilyen régi szóval, tudod, hogy az elvtársaink csak. De ez egy jó érzés, mert akkor ez a 15 ember, érted, egy célért küzd. Jogilag színvak vagyok. Tehát érted, hogy mit akarok mondani, de azért nem vagyok teljesen hülye, tehát hogyha ugye szoktak jönni a izék, ha egy lófarkas miniszognás, egyik szokott, jaj, de érdekes, és akkor ez milyen színű, mutatja fán a levelet, tehát milyen lenne öcsém zöld. Azért legyél nagyon jó az életben, Dani, és ne gonoszkodjál az emberekkel. Nem gonoszkodom. Mert ha lesz pokol, abban biztos lehet, hogy ott csak demókat fogsz kapni letölthetetlen linkekről, bazd meg, és ez kell egész hátralévő túlvilág életedre így gyomkodni, Dani, a dead linkeket. Olyanok leszünk, Dani, lassan komolyan mondom, mint egy ilyen rossz popduó. Tehát nem tudom, még egy énekes nő kéne, nem? Sajnos a sok hülye hifista, meg ilyen ezoterikus barom miatt már elnézést most, akit megsértettem, hát megsértődött. És tudod, mint csodálkozok, Dani, most bocsánat, hogy így ezt hangosan kimondom, hogy ezek otthon mit hallanak? Nem kellett volna összekeverni, ez a legnagyobb baj, igen, aki összekeverte, igen, adja vissza a diplomáját. Mit röhögsz, a kommenteket? Szirknek hangos könyvet kell írni, az egy óra alatt meg lenne. Az a baj. Tudod, hogy miért? Na jó van, befejeztem a mai műsort. Ez a lényeg, mert nem bírja tovább, értitek? Most tartunk egy kis szünetet, aztán várjuk vissza a zárt csoportosokat, a zárt osztályos. De hát így, most így hogy, de tényleg, Dani, most hogy mondjak bármit komolyan, amikor egy idióta vagy? Otthon ének felvétel. Itt vagyok. Igen, de ezt negyedszerre mondjuk el, és akkor jön valami hülyeség, ami
kiakadsz. Igen, azt végül is nem tudtuk, mert hogyan kell jól éneket felvenni, viszont Porsét kell venni, ez is tanulság. Hát a jó, erről ez is sorozat. Ezért mondtuk ezt, és most még csak az alapjait kezdtük el. Egyelőre még ott még mikrofonunk sincs. Nem tudom, hogy értitek-e, még ki sem választottuk, hogy mibe éneklünk. Mert széttrollkodod a műsor, Dali. Ez van, egy troll vagy. Érted, amit mondok? Már tudom, téged a súr fizet. Troll vagy, ide jössz trollkodni. De nem tudok napirendre térni. Szétlakott a csávó. Nem én a kommentelők. De te adod alájuk a lovat. Én nem adtam nem érted? Semmi. De látom, hát látom, hogy küldött feléjük, bazd meg a hullámokat. Annyira kapóra jött, amit mondott. Neked nem kell, hogy kapóra jöjjön, Dani. Neked az én pártomat kell, hogy fogjad. Elmondom, szegény nézők azért ülnek ott, elmagyarázom neked. Mert meghallgatták mondjuk Michael Jackson Smooth Criminal című számát. Elszomorodtak. Fele nem ismeri szerintem, aki nézik. Aki még nem hallgatta meg, már ne hallgassa meg, mert addig ül nyugodtan. Tehát aki mégis ismeri, az ugye megszomorodott. Na most ott, érted, amit mondok, az egy másik dolog, mert az a baj, hogy ez kívülről úgy néz ki, hogy a suhansz gyerekek ott állnak gitárral, és könnyű gitározni. Nagyjám is azt mondta, hogy ez nem munka, a kapálás az. Érted? De az a baj, hogy mire odáig eljutsz, érted, addigra tényleg egy elmebeteg leszel, ott hagy a családod, az összes pénzed bennáll olyan hülyeség, ami más embereknek egy semmit nem ér. Érted? Az életedet hülye iskolák, hülye padjaiba töltötted el, ahol idiótaságokkal tömték te a fejedet, ami embert nem érdekel. Hogy ezeket a dolgokat egyelőre tető alá hozzuk, de hagyd mondjam már akkor végre el, és akkor nem... Olyan vagy egy rossz politikus. Igen. Tényleg olyan vagyok amúgy, egy pártot kéne indítani. Szavazz rám! Rossz politikus. Beváltom minden reményed. Nincs hangod? Használd az enyémet! Embereknek zenéltek, ezt soha ne felejtsétek el. Tehát olyan dolgot próbáljatok letolni a torkukon, amit ti is szerettek. Én és a párom, valamint a bátyám és párja élünk egy közös háztartásban. Elég, ha van nekem múgra, vagy nekik is kell menni. Ez most egy nagyon jó kérdés. Ez most egy nagyon... Nem tudom. Az a baj, hogy én sem vagyok ott a döntőbizottságban. Nem tudom, hogy egyeni elbírálás alatt van. Ez, hogy tehát, most hogy mindenkinek... Egy családi... Igen, hogy vagy a családnak is lehet, hogy egy ilyen családi múg. Az világos, hogy egy ilyen nagyobbnak kell lennie a családi múgnak, tehát nem úszod meg egy ilyen kis izével. Hát, egy háztartás az egy ilyen kisebb család, nem? Sőt, ez szerintem úgy van, mint ahogy régen a templom is, hogy amikor egy egész falu akarja magát bebiztosítani a jövőre nézve a más világon, akkor ugye vesz egy teljesen komplett az egész falu, így vásárol egy egész izét, egy ilyen modulárt. Négy évig ígérgettem egy nőnek nerzbundát. Lesz új műsor, hogyan csajozzunk interneten technikai szakzsargonnal. Ezt fogom oktatni több lépésben szeptembertől. Most nem, ez nem, fürdjetek le, tehát nem arról akarok, tehát nem erről akarok benneteket lebeszélni. Iskolába, az osztályokba átlag 16,8 gyerek jár. Mi? Hát mutassam nekem 8-10 embert. Ja, van egy-kettő ilyen ízésérű, de most... De érted, hogy mit akarok mondani? Tehát az a 8-10 nincs. Ma olvastam cikket egy paliról, aki évek óta a feleségre tart el, mert egész nap tankozik a gépen. Lehet, hogy szilk volt az. Fél, az én feleségem sajnos már 20 évvel elépett. Nem sajnos, hát visszaadtam a kosárba. Úgyhogy az van, hogy engem a tankozás miért nem nagyon zavar. Világos? Tomit lehet simogatni. 5000 plusz fa per óra. Hát mondjuk na, attól én, függ. Én szedem a pénzt. Szép szőke hajad van, ekkora a csöcseid, akkor ingyen is simogathatsz. Na, ez nagyon szexista volt, kedves Tamás. Jó, oké, szexista volt, rendben, majd letiltanak az új izé, nem tudom, kit jogsért ez, ilyen női nemet, majd beperel a nő egyet, oké, jó van, majd elpereskedik. Hogy mondjam neked, hogyha a te feleséged Scarlett Johansson, akkor úgy nem nagyon nézelődsz a strandon, mert minek? Tehát ez így néz ki, hogyha az embernek már jó utcai vannak, akkor már nem nagyon kaparászik, mert jó van az. Nagyapám azt mondta, hogy aki tud minden, hogy tud, úgyhogy ezt azért tartsuk be. De a kapitalizmus elfelejtett nektek szólni, hogy régen az volt a divat, hogy tudás. A kapitalista berendezkedés meg azért nem szólnak, hogy a tudás a divat, érted? Mert ők azt szeretnék, hogyha kevés okos ember lenne, és az kurva jó élne, és a sok hülyét, érted, mint a tyúkokat a baromfi udvarba, ott tudná tartani. Nem kell, hogy ott legyenek az emberek. Szerintem. Érted? És ez rajtuk múlik. Tehát nem olyan vagy, mint a tyúk, hogy nem tehetsz róla, hanem igenis tehetsz róla. Minden szinten.
magadért vagy felelős minden téren. Igen, igen. És most tényleg viccen kívül, tehát még egyszer, hogyha ezt nézik, vagy fel akarják használni, ha ezeket a mondatokat egyszer kivágják, és perbe fognak 26 év múlva, értve a kommunisták, mert el akarnak ítélni, mondjuk, nem politizálni akartam ezzel. Ezek abszolút egyszerűen a ember olyan mindezektől függetlenül érte. Csoport, az embert azt jegyezzétek meg, az nagyon fontos dolog, hogy az ember nem csak az eszével emelkedett ki az állatvilágból, hanem az ember csoportlény. Nem arra találta ki a természet az embert, az agyával együtt, hogy egymaga legyen. Mert ha arra találta volna ki, akkor olyan lennénk, mint a giliszta, hogy magunktól tudunk osztót. Nem így vagyunk alkotva, úgyhogy tanuljatok meg ti is másokkal dolgozni, tanuljátok meg azokat a dolgokat, amiket nektek gyorsabban, könnyebben megy, a másik meg majd ki fog téged egészíteni. Ez ilyen roppant egyszerű, és azt viszont mindenkinek meg kell tanulni, hogy hogy tud beilleszkedni a rendszerbe hatékonyan. Tehát szerintem a magyar is aránylag könnyen barátkozik. Tehát mármint hogyákokkal. Nekünk az a probléma, hogy mi egymással nem barátkozunk szívesen. Nálunk az a probléma. Hosszú történet, az a lényeg, hogy egyszer kellett várnom ultrahangra. Világos? Tehát ilyen ultrahangra. Ultrahang, de nem értem. Volt már az ultrahangon szabad hely a kórházba, csak a szülész nőgyógyászaton, világos? És ezért átkultak oda, hogy adtak egy ilyen papírt, hogy ott is meg tudják csinálni, ott is van gép. Érted, amit mondok, ne a szegény öregasszonyoktól vegyem már az izéket, alig bírták szegényeket oda berakni. Jó, hát megyek hát a szülésznő nyugyászatra, és akkor ülnek így végig a terhes anyák, tudod, mocakosan. Nézd, ez a kórházas papucs, tudod, frotír, hogy hívják, fürdőköpeny, mindent, ott beszélgetnek meg, mit tencsen, és megjelenek én, tudod, ugyanúgy ilyen betegköpeny, meg mit tencsen, és nem nagyon értették. És akkor emlékszel arra a film, amikor volt az a Schwarzeneggeres film. Ja, Danny DeVito. Az! És akkor mondta, hogy hát kísérletre jöttem én is. Hát figyelj, ezek simán bevették. Mondom, Szilveszterre vagyok kiírva. Jó, Antoni. Zárszó. Semmi sül, zdjébi. Nye puszku, nye ubrics, úgy lászku. Na, Prágu, izé. Most akarok venni hangkártyát. Tanítám. Tomi, remélj jövőre a te könyvedet. Nem kell itt, nem kell itt engem. Állandóan kellemetlen helyzetbe akar hozni. Jó van, Danika. Na, kéred a verést. Látom, kéred, szinte könyörögsz. Emlékszek rá 2 évvel vagy 3 évvel ezelőtt, mikor indult a Covid, és mondtam nektek, hogy menjetek haza, dolgozzatok, írjátok a számokat. Köszönöm szépen. Tehát ezt így gondoltam. Tehát dolgozni kell, ebből lesz valami. Das ist mein Kampf. Igen, ennyi már. Itt tartok, majd lassan pártot kell indítani. Az én legnagyobb hívám, ha még egyszer egy énekes beteszi a lábát a stúdiómba, aki nem tudja fejből a szöveget. Tudom, ezt már mondtad. Azt megölöm. Akkor hamar elfogynak, az a baj. Az is világos, hogy olyan ember, aki annak, hogy zenél, nem tud örülni, az most fejezze be. Tehát aki csak arra megy, hogy pénzt keresem, vagy hogy jobban szaladjanak utána a csajok, érted, vagy mit, hogy ki legyen plakátolva az utcán, hogyha ezzel elsődleges, az most fejezze be. Tehát én még egyszer mondom, hogy mindig megbuktak. Ezek a zenekarok, emberek, ismertem ilyeneket, ez mindig föld. Csak az zenéjen, csak az foglalkozzon ilyennel. Aki a folyamatot szeret, és nem az eredményt szeret. Csak zsíros kenyér van, akkor is boldog tud lenni ettől. Tehát igazándiból ez, azt mondom, hogy ez hobbi, vagy professzionális szinten csinál, az mindegy, de az biztos, hogy ilyen jellegű elhivatottság kell, főleg manapság. Mastering Biblia könyv kérdőjel. Szeretnél egy olyat? Nagyon gyűjtsed a pénzt. Az nagyon drága lesz, ha egyszer megjelenik. Nagyon vékony könyv lesz, nem sok szabály van. Tényleg a masteringről, hát akarok, tehát ez tervbe van véve, hogy mielőtt még talán megdöglök, azért megírok egy ilyen könyvet. Nem csak a masteringről, hanem így, amit így sikerült összegyűjtenem, hogy ne menjek úgy el, hogy ennek a nagy része így megy a levesbe, mert senki nem emlékszik rá. De rettenetesen lusta vagyok, gyerekek. Tehát az életben olyan dolgok vannak, amik nem úgy, most azt értem, hogy számotokra ez lenne hasznos, hogy én könyvet írnék. De ti azt nem bírjátok. Tomi számára ez nem hasznos. Igen, nekem ez személyesen ez már engem nem érint, érted, amit mondok. Tehát azt úgy szoktam mondani, hogy
ha megdöglök, érted, akkor már nem érdekel, hogy milyen szépek az utánam következő lányok, sőt, hogyha nagyon szépek, akkor idegesítőek, hogy én azokat már nem látom például. Hogy kitalálnak valami ételt majd mondjuk 50 év múlva, amikor már abszolút, vagy 100 év múlva, amikor már nem élek, érted, ezt nem tudom megkóstolni. Rohadt dühítő ez az egész, hát ez iszonyatosan idegesítő. És akkor még írja a könyvet. Jó. Menjünk na tovább. Jó, Danikám, venni kell egy optikai memóriát, fel kell tennünk az egész MPV műsort. Hát mi lesz a kisgyerekekkel 100 év múlva? Szaladra kimentünk mindent. Amikor már elfelejtették, nem tudják, hogy nem emlékeznek az autotune-ra. Érzel, amit mondok én, hogy mi újra felfedezhetik nálunk. Na, közel az ég. Fúrmó, rendesen viselkedjétek, mert szétvágom mindeneteket.